6 éven aluliak számára nem ajánlott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Uram, uram! Parkozz le azért a szekeret! Adják olyat, mert meghalok! Csá! Úristen, Tibibá! Na hol vagytok? Én már itt vagyok! Csaba! Mi történt? Összeesett! Na bazd meg! Látszátok? Úristen! Mitől? Lefolyt a székre! Bazd meg! Mondjad! Hallod, Gazi? Mondjad! El kell menni benzinkútra! Csá! Ebben is kell benzink! Ott közben leállt a vasra! Hívtam, hogy itt ez a telefonszám a tolókocsi szerrész, tehát gyűjtben! Én az égből! Azt mondták, hogy benzin kell bele! Hát mondom, ebből ez kerekes kény. Na, benzinkútra kövennem, ne haragudj. Rendben. Becs, elkísérjelek? Hát, várjál. Jó vagy, bacsa? Figyelj, van. Meg vagyok. Van pénzed, bacsa? Hallod. Mennyi kell? Hát mi, én kérdeztem, hogy az is. Kogás. Szól neked szólnak, barátom. Micsoda? Neked szólnak. Hol a benzinkút? Hol a benzinkút? Figyelj, elmegy itt arra egyenesen, arra, az ott majd valahol, ott az alagút után elfordul balra. Valahol? Hát az alagút után, látja ott a izét, a felüljárót. Ott átmegy alatta, azt ott balra majd, ihagy. Ihaj, oké, köszi. Nincs fit. Kasi! Mondjad. Hogyha kifolyna a benya, utána nem jössz. Hogy ne? Oké, okay. Sorban nézd meg, látszott barátszom, ezé, így járnak az öregek. Rendben, mincsen megyek. De eltévedtem, Kajol. Lászlak, mincsen megyek. Nagyon bosta vagy, okay, bazd meg. Okay. Ezt jól legyél. Az anyám, hogy köszönöm. Jó arc vagy. Halló, tessék? Kasi? Csá, Tibibá. Megyek. Itt tankoltam, aztán szerintem a kamera is lett, hogy elloptam a benzinkúton a pisztolyt, a tankolós pisztolyt. Ne baccal már fel. Hiszen jönnek a rendőrök. Ja, megyek Tibibá. Tibibá, bajba van, csere már. Menjünk, vezessé. Bazd meg, gyors Tibibá, gyere már, geci, menni kell XR bótra. Vár, te mi állt itt a kocsi? Ott a van előtted. Meccs tankoltad? Csá, uuuu! Itt a gyász! Kalabátom! Meccs tankoltad? Meg! Gyerünk már hát! Na! Autókér! Mondjad! Látom ezt? Ti is nem csak! Hogy elloptad? Hát, hogy teszem le ezt, te tinne? Sehogy! Már a rendőrök is szerintem jönnek ide! Halandjá! Úgy tudod megoldani, hogy elfutsz, bazd. Hozzatok nekem revolvert a pici tőlem. Várj, állj meg, kicsi, onnanom gyorsan. Nekem pici pisztolyke nem kell rajta. Hát ez pici nagy, szoszhozzá. De nem kell, áka nem kell tevi el, hát ne ütlek. Átmotozlak addig, Kazi, amíg maga, azért magadon kívül vagy. Hát nézzük, mi van nálad, te csóró. Lelőttem a Tibit. Miért? Rám támad. Most kajak lelőtted? Nem lőttem, nem fussá. Vigyázz el. Hallod, ennél a csorónál még rengeteg kaja van. Kéne nekem is, hogy éjes vagyok. Akkor ez az első, hogy szólunk neki, hogy adjon ez a csoró. Mert a Tibi néma. Megném volt a Tibi. Csá, ne baccam már. De itt van. Szerusz Tibi. Csá, mit csináltatok vele? Én, a Jani volt, nem én voltam. Én mondtam, hogy ha megöli, akkor Jani lesz a túsz.
Én már fejre fogtam a fegyvert, de hát inkább adott neki egy esélyt. Csáááá, csorra tiszta vér alatt sze minden. Bepisolt, vércutyozott. Aha, ja. Na, hallod, én tárgyalok a rendőrökkel, jó van? Rendőr. Ketten tárgyaltunk. Te ott állsz mellettem, és hozod a Tibit, nem Tibi, melletted áll, te fogod a Tibirás kukit, és akkor ketten megbeszéljük a rendőrökkel, hogy mi merre hány méter, jó? Kinek hány centi? Csala. Ne. A kurva Isten faszát, te fasz a pocsicska. Lelőve. Hány szó akarsz már elteni lábaló? Figyelj, ha lelősz. Hallod, Gasi, adjál nekem ennivalót és innivalót, jó? Ja, nekem is, mert láttuk, hogy a zsebedben sok minden van. Jó, akkor csász a csem meg. Te motozott egy cigány. Bocsi, adjál. Vagy kirabollak a faszba. Vagy kirabolom, vagy ideadsz belőle. Köszi. Csak tud, nem otthon vagy, jó? Köszi. Csá. Mi az? Nézd meg, öreg, lőj egyet. Vigyázz, add. Én még 300 másodperc, hát ennek számolni se tudok, te hülye. Ne, nézem az unokámat, meg kell itatni, bazen, mert ilyen fogtok. Na, ki tud ilyet rajtam kívül, figyeljetek. Na, Tibi, akarom látni, hogy iszol leszel, jó? Egy, kettő, így jel, egyé, jó? Na, kurva gyorsan. Nyom be egy szecsót, légy szív. Jöttem megnézni. Na, átadok Tibinek. Nem baszom. Kettő szendvicset, meg kettő kólát, úgyhogy egyél, Tibi. Tibikém, az van, hogy be kéne kapni a faszom. Csala, menje innen, mert le foglak lőni a faszba. Meg kéne kapni a faszba. De ő az unokám, te fasz. És akkor mi van? Te is biztos beraktad már neki. Hát de ő az unokám, én megtehetem. Na Tibi, akkor nem vagy éhes, azt akarod ezzel mondani, mert tudom, most meg némultál. Elvitte a cica a gyárt. Ugye? Na mindegy. Ha éhes vagy, állj fel. Ha nem, tedd fel a kezed, jó? Na mert. Jó van, ügyes vagy Tibi. Csorot, jobb megszerítottad ilyen beszédre. Hát hallod, nehezebb volt, mint én majd mond megtanítani, de azért már alakul, nem? Hát hogy csinál? Na, Tibi, addig légy szíves, pakolj itt rendet, nézd mit csináltál, oda. Onnan estróáltál, Tibi. Légy szíves, tömegy már fel. Ott találsz papírokat a izébe, jó? Csá! Csak szólok, urak, hogy majd úgy kell lőni, hogy ki kell lőni az ajtókat. Azért, hogy... mert hogy nem tudunk átlőni rajta, mivel... Ez páncél, vagy bánc, ez golyóálló üveg. Tehát csá. Ki kell lőni az ajtókat. Vigyázzatok! Hallod, te ne arra gondja, én a Normandia partaszálláskor is ott voltam, de akkor nem volt ilyen probléma, vasan átlottunk, baszd meg. Ugye, a fejben előjellek Normandia. Én menj már innen tőle. Majd én azt mondom, hogy partra szállsz, akkor partra szállsz. Ja, majd én meg mindjárt ízni, úgy partra viszlek, hogy utána megkezdte a sorot ötni. Ja, jó van, én már innen. Eljött ki. Ilyen bozi, te is ballag balagsz, te sok. Aktívok már rögtön. Nem is így. Golyóval nyílik az ajtó, vagy nyis. Van pénzlóvéra. Na vigyázzatok, elkezdem kipakolni. Mi van? Annyi az idő, basz meg. Hát. Akkor én ide beállok. Hogy te is itt vagy, akkor nem állok meg. Vigyázz. Tibi nem mondtad, hogy apád rendőr, de mindjárt jön. Ne aggódjál. Az apcsa a rendőr? Hát, szerintem. Csá, ne baccál fel. Már megkérdem tőle. Tibi, apád rendőr áll fő, ha nem, tedd fő kezed. Hey, fölállt. Ennek az apja csá. Rendőr. Jó, nagy bajban leszünk. Na, Tibi, figyelj. Ha szeretsz engem, akkor lépj előre 2 métert, jó? Csá, szeretsz téged. Jó van. Ha utálod a vizét, a kasit, és azt mondod, hogy szétmenni a fejét, állj fel! Jó, az szerencséje van. Látszod? Hogy ne? De amúgy
nagyon jó fiú, Hammersort fogadónak van, nagyon, csak hát szerintem bolond, egy kicsit. Jó napot kívánok. Csókolom. Jó napot. Na figyelj, első, megmondom én, kurva gyorsan tett fel a kezed. Van egy tusz. Hogy ne lenne. Ha megnézel, ez nekem az a fontos, hogy megnézem a tuszt. Na gyere, ahogy beszélni nem tud, mert bolond, te gyere. Hol van? Figyelj, gyere! Jó napot, ura! Várj, megmondom, nem jó, rosszul csinálja, figyelj! Azt kell mondani, hogy Tibi, googolj le, hogyha jól vagy, ha nem, a faladjál! Kiégek az öreg engedszik! Tudja, jelbeszéddel tud csak beszélni, vagy ilyen testbeszéddel? De tud olyat is amúgy, hogy Tibi, ha nem bántottunk, tedd fel a kezedet, jó? Oké, rendben, nekem ez elég volt, akkor ki is fáradhatunk. Na, és akkor megtárgyaljuk a dolgokat, jó van? Rendben, itt jó lesz. Majd azt én megmondom, hogy mi az ajtó fele. Mondom az ajtó fele, nem tudod, merre van az ajtó, arra van az meg. Arra. Elnézést. Akkor menj még, rugdass magad arrébb, mert rendben. Én rugdosnak bajom lesz. Na, figyelj. Hányan vagytok, első kérdésem az? Tizen. Oké, akkor nem tudom, hogy jól tudsz-e számolni, lehet, hogy ilyen hülye vagy, mert általában rendőrök is hülyék. Igen, jól mondod. Igen. Na, figyelj, barátom. A szabadutér tiéd a túsz. Merre kérjünk szabadutat, Gazsi? Nem tudom, racbizom civilbe. Te megjártad már a partra szállást, úgyhogy te ezt már tudod. Hívd ide a család, jó? Csala German. Na? Beszélj a Cibibával. Merre kérjük a szabadutat? Jobbra egyértelműen. Na figyelj, faszi. Jobbra kérjük a szabadutat? El kéne jönniük itt előttük, azt ott meg kéne állni, akkor balra a padok mögött. Na, azt mondják, hogy jobbra szabadutat kérünk, itt eljön az összes rendőr. Integet nekem, én azt mondom neki, kurva anyátokat, elmennek arra fele, és akkor megkapod a túszt, meg te is, és kimehettek oda, jó? Ezzel csak egy gond, hogy egy túszért egy követelés. Na jó, hát figyelj, akkor igazából nem is kell ezt te ide, mert nem a család, amit én mondok, jó? Egy túszért csak egy követelés, biztos. Hát jó, a szöges drótokat is föl kéne szedni, jó? Amit oda leraktak jobb oldalra. A távolunk, uraim. Ez már a harmadik követelés. Na figyelj, ne hagyd! Egy túszunk van. Akkor figyelj, elmondom, egy túszunk van, a szabad út volt. Gyere, mert nagyon buta ez a... Szabad útban benne van a szöges drót, meg hogy jobbra nem áll senki. Azaz azt jelenti, hogy átjöttük bal oldalt, az összes ide jön. Ez benne van. Ja, meg a szöges drótokat is fel kell szedni, ott rakósgatja le a kollégája. Látom rá, de rosszul rakta le, egy centis elcsúszás van közte. Na akkor most ez most menni fog? Vagy te is mész? A túlvilágra, majd a többiek utána megváltó őket. Kint hagytam a rádiómat, ki kellene mennem szólni. Van az öreg zsebébe, adod neki öreg. Nagyon egyszerű, akkor átveszem az öreget, mert neki az agyára ment a partra szállás. Tehát, mondjuk akkor a követelést, jó? Szabad út, balra. Hát de még jobbra volt, te hülye. Most mi a mondom balra, szabad út balra. Menjen ki. Lerádiózza, hogy szépen a kocsival átállunk a másik irányba, és megyünk balra. Remélem érthető volt, hát most fáradjon ki. Fáradjon ki, szóljon a többieknek, hogy egy ember kimegy és átáll a kocsival. Jaj, Istenem, te fejbe lőnélek a bicsába. Hallod, Gazsi? Mondsad! Hát ez legközelebb ez nem jön. Tibi bán maga olyan hülye, hogy a fején nincsen árnyék. Most mi van? Érthető volt? Hát bolond, mert ez is megnémult, passz meg! Hát mi van itt? Mindenki fogy ebbe a városba. Na, megértette? Na, Tibi, gyere ki! Kurva gyorsan. Uram, megértette? Igen, átadtam az üzenetet. Rendben. Most azért nem beszélek, mert közvetítem az öreget. Tibi,
Jó, srácok, azért nem figyelj, beszélek, hogy... Visszadom nekik a kalapácsot. Amint... Baszd nyakonon, izé. Amint kettes vagy egy rendőrrel, üst fejbe, jó? Rendben. Ezt csak így megsugjuk neked. Jó, rendben van. Rendben, ugyan. Már csak sugom neked, jó? Már csak sugom neked. Üst meg a kalapácsot. Előveszed, megütöd. Jó, ha érted, tedd fel a kezedet, jó? Az X-en. Na, uraim, a túszt kísérjük a rendőr úr mellé, és mi megyünk. Na, figyelj, rendőr úr! Na, távozunk. Zsátámó. Mennyi öreg, baszki. Ne, túlod, egyenesen! Itt is van, vigyázz! Na! Jó, ebből dara van! Jó, engedj ki, kiszállok, engedj már ki! Bazd meg a fejem, geci! Ez egy kuki volt, egy kopakos! Passzom! Köszönöm szépen, srácok, hogy itt voltatok, velünk tartottatok! Ha nem követetek be még Facebookon, tegyétek meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornára, és találkozunk legközelebb. Szevasztok, csáááá!